Köszöntöm nézőinket! Bátaszék város képviselőtestülete díszpolgári címmel tüntette ki Bognár Jenőt, aki évtizedeken keresztül vezette ezt a várost, és aki vendéglátónk erre a beszélgetésre. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha az élet úgy adja, akkor ön nem Bátaszék város polgármestere, viszont elismert énekes. Mi történt? Hát erre már nem fogunk választ kapni, de ténykérdés, hogy 14 éves korom óta a Pécsi Nemzeti Színháznak voltam a kórusának a tagja. És úgy alakult, hogy én a gépipari technikumban jártam, ami egy kicsit távol volt tőlem. De édesapám, aki tanárember volt, mindenáron azt szerette volna, hogy én autókat, meg motorokat, meg a műszaki témával foglalkozzak. De hát én humán beállítottságú voltam, és a lényeg az, hogy érettségi után fölvételeztünk Kovács Kolossal, a színház küldött bennünket a Zeneakadémiára, és mind a kettőnket fölvették. Na most ezt édesapám nagyon rossz néven vette, és abban a pillanatban elintézte, hogy én katonának menjek. És így aztán már nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha, mert sajnos én erről a pályáról lekerültem. Egyszer még volt egy lehetőségem, amikor visszamehettem volna a pályára, amikor egy országos énekversenyt megnyertem, de akkor már 27 éves voltam, és családom volt, gyerekek voltak. Tehát ezt Budapesten nem lehetett volna végezni. Ha visszagondol erre az eseményre, vagy erre az időre, ma már bánja, vagy azt gondolja, hogy ez csak egy szép lehetőség volt? Én azt gondolom, hogy egy szép lehetőség, és tulajdonképpen mindig irigykedve nézem azokat, akik ezen a pályán mozognak. Nem olyan pár évvel ezelőtt itt volt Kovács Kolozs, egy hangversenyt adott, és a művelődés az igazgatónője, bemutattunk egymásnak, ezt én kértem, hogy megismerje. És bemutatkozunk, és mondom, Bognár Jenő vagyok. Azt mondja, figyelj, hát mi együtt jártunk. Hát mondom, mi együtt barátkoztunk, együtt énekeltünk évekig, és együtt vettek föl bennünket az akadémiára. Csak te kosudélyes énekes lettél, én pedig itt töltöm az időmet Bátaszéken, és hozzáteszem, hogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát. Tehát én úgy fogom fel, hogy valahogy a sors azt akarta, hogy nekem ezen a területen kell tevékenykednem, és ezen a területen kell sikereket elérni. Hogy milyen énekes lettem volna, ez most már kérdés marad, egy szép álom is kész. Hogy került közel a politikához? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen, miután ugye műszaki végzettségem lett, dolgoztam a pécsi porcelángyárba, közben ugye énekeltem. Aztán elkerültem a műszergyárba. A műszergyárba a szerszámüzemnek voltam a vezetője, ott is emberek között voltam. Aztán elkerültem Várdombra, ott egy pupi műhely vezetője voltam, ott asszonyokkal dolgoztam. És onnan elkerültem a Bátaszéki Fémipari Szövetkezethez. Na most ezt azért hangsúlyoznám, hogy én nem egyből a polgármesteri székbe ültem, hanem én nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sokat voltam emberek között. És pontosan tudtam a gondokat és a problémákat. Hogy kerültem a politikához? A fémiparinál, amikor műszaki vezető voltam, akkor egyszer behívattak a megyére, hogy baj van az áfésszel. Valószínű, csődbe fog menni, és át kellene vennem ennek a vezetését. Na de én soha nem foglalkoztam ezzel,
Egy dologhoz viszont azt gondolom, azóta is vallom, hogy értettem, hogy érzékem volt, hogy megválasszam azokat a munkatársakat, akik ehhez a munkához idézőjelben jobban értettek, mint én. Amihez én értettem, hogy kijártam a boltokba, az emberekkel beszélgettem, az ember egy kicsit a lelküket megsimogatta. Hozzáteszem, nem csak bátaszéki boltokat jelentett, hanem a környező települések boltját. És mit ad Isten, közben a munkatársaim, a vezetőtársaim, azok végezték a munkájukat. Vitték a szakmát. És ez pont egy évig ment ez a dolog, amikor évvégén az akkori megyei főnök azt mondta, hogy Jenő, sikereket értünk el, csak így tovább, és jöjjön a folytatás. Nagyon örültem, megnyugodtam, és ezt követően pedig azt mondták két hónapra rá, hogy baj van, megint behívattak, hogy tanácselnöknek kellene lenni. 83 volt. 83, és akkor lettem tanácselnök. Na most ehhez megint nem értettem, de azóta nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy nekem az volt az óriási előnyöm, hogy az emberek között voltam évtizedekig. Tudtam a problémájukat, tudtam velük közösséget vállalni, éreztem, hogy mikor van gond, csak rájuk néztem, és tudtam, hogy most itt meg kell egy kicsit csomogatni a lelkeket. Mennyire volt megkötve a kezed tanácselnökként? Nem volt megkötve. Tehát lehetőségek voltak az ember, hogy mennyire nem volt megkötve. Amikor én elkezdtem a tanácselnökséget, akkor épült Tolna megyébe, legjobb tudomásom szerint, ha tévedek, elnézést kérek, az első tornacsarnok. És akkor ezt társadalmi munkába a TSZ tagjai, már most már se tudják, mi az a társadalmi munka, a különböző itteni cégek tagjai, Kádár szövetkezet, parkettázott, és a többi. Társadalmi munkán fölépítettünk egy tornacsarnokot. Hogy mennyire volt megközve a kezem, akkori megyei vezető császár elvtársat megkérdeztem, hogy kiírhatjuk-e, hogy tornacsarnok. És mondja, hogy Jenő, ez egy kicsit túlzás. És megtudtam, hogy egyik este kijöttek, és körbenéztek. És tudom, azt mondta, hogy ki lehet írni. Ez tényleg tornacsarnok. Tehát nem szóltak bele, nem volt meg, ilyen értelemben nem voltak ezünk megkötve. Milyen képe volt a településnek, amikor átvette az irányítást? Hát, ha csak azt mondom, hogy több mint 20 kilométer utat építettünk társadalmi munkába. Most mit jelent ez, hogy társadalmi munka? Ez azt jelenti, hogy kézzel a lakósok a házok előtt kiszedték a földet, és cementes sódert adott a tanács, és hát kevertük, és csináltuk. Hozzáteszem, én is ott voltam minden utcában. Az már előrelépés volt, amikor olyan előre haladtunk ebbe a munkával, hogy mixerkocsi hozta a betont, és ezt húztuk le. Úgyhogy amikor egy komoly utca elkészült, hát mindig, soha nem voltam magas ember, egy alacsony, vékony ember voltam, most se tudom a nevét az illetőnek, egy hatalmas ember főkapott a nyakába, mert egy ilyen utca buli volt, és rohant velem végig, és hát gyakorlatilag így köszönték meg, hogy csináltuk ezt a dolgot, amit ők csináltak tulajdonképpen társadalmi munkában. Az rendben van, hogy egy települést infrastruktúrálisan lehet fejleszteni. De a benne élőkkel való kapcsolattartást is meg kell valamilyen módon oldani. És ez Bátaszék esetében nem egyszerű, hiszen sokféle nemzetség éli a települést. Hát én ezt viszonylag nagyon korán felismertem, hogy itt, és
ez is egy érdekes dolog. A tornacsarnok után a 85-ös években teljesen tönkrement a templom, renoválni kellett. A régi cserepeket le kellett szedni, hasított palát hoztunk Spanyolországból, és a többi, és a többi, és ehhez a kitelepített svábok segítségét kellett kérni. Pénzbe, hatalmas összeget kaptunk tőlük, így aztán kiépült egy német kapcsolat. De az itteni munkálatok a nagy részét a székelyek és a felvidékiek végezték, az itt élők nagy része fönn a toronyba és fönn a tetőn. Ez egy Isten kísértés volt, mert szerencsére nem lett baleset. Az egész templom restaurálva lett. És akkor rájöttem, hogy nekem, miután székely származású vagyok, édesapám ott végzett tanítóképzőt, tehát nekem nagyon fontos, hogy nagyon jól érezzék magukat a svábok, a székelyek és a felvidékiek. És arra törekedtem, hogy ezek a testvérvárosi kapcsolatok megköttessenek, és ez sikerült is. Elérkeztünk egy ponthoz, amikor a magyar társadalmi viszonyok megváltoztak, és ezt ma már rendszerváltásnak hívjuk. És onnantól kezdve polgármesterként működött a városban. Mekkora, érte támadás, hogy tanácselnökként polgármester lett? Na most ez egy érdekes dolog, mert ugye a rendszerváltozáskor engem nem választottak meg. Néhány szavazattal kikaptam. Ezt nagyon-nagyon rossz néven vettem, hisz tornacsarnokot építettünk, hisz utakat építettünk, hisz a templomot rendbe hoztuk, és ha úgy tetszik, a Jóistentől kezdve mindenkire egy kicsit nehezteltem. És utólag jöttem rá, hogy valaki fönt ezt úgy akarta, hogy engem ne válasszanak meg akkor a rendszerváltáskor, mert akkor elhittem volna magamról, hogy én nagyon okos vagyok, nagyon szép vagyok, nagyon ügyes vagyok, hogy én még egy rendszerváltás is túlélek. Megtapasztaltam ez alatt a 4 év alatt, hogy milyen munkanélkülinek lenni, 6 hónapig munkanélküli voltam. Megtapasztaltam, hogy kik voltak a barátaim, és kik voltak azok, akik őszintén tiszteltek és szerettek engem. Egyáltalán megtapasztaltam, hogy milyenek az emberek. Igen, jól mondja a szerkesztő úr, igen, kaptam hideget, meleget. De azért azt is el kell mondanom, hogy volt egy brevánvali, aki egyszer behívatott, és azt mondta, hogy van a munkaügyi központ kirendeltségén egy hely. És egy régi ismerős, aki még nánán tanított, ahol édesanyám volt az iskolaigazgató, a Csikné Juci, fölvett engem nagyon kis pénzért, és ott is tudtam alkalmazkodni. Fiatal kislányok, számítógépet kezelő kislányok voltak, és ferde szemmel néztek rá, hogy jaj, ez a tanácselnök új, és ezzel kell együtt dolgozni. És arra vigyáztam, hogy mikor reggelre ők bejöttek, én már lefőztem a kávét, a teját nekik, és én próbáltam már nem fiatal fejjel, és nem akármivel a hátam mögött alkalmazni hozzájuk, és így aztán nagyon megszerettek. Ráadásul, mivel akkor még nem ősz voltam, hogy nagy fekete bajszom volt és fekete hajam, úgy gondolta a vezető, hogy én nagyon jól leszek cigány referensnek, hiszen hát Bognárnak hívnak, a Bognár meg a Bognán, az majdnem ugyanaz. Így aztán megismertem a Decsi, a Szedresi, a Bátaszéki és a környék településnek a cigányait, és nagyon jó kapcsolatba kerültem. Tehát megismertem ezt a réteget is, hogy igenis vannak nagyon tisztességes emberek köztük. Tehát én utólag azt mondom, hogy nekem erre a 4 évre nagyon nagy szükségem volt, mert biztos, hogy azt követően 4-szer nem választottak volna már meg, mert egy idő után azért úgy vannak az emberek ezzel a polgármestersége, és hogy már jó lenne valaki mást. Na most én hálás vagyok a sorsnak, hogy ez a 4 év kimaradt, az összes keservével, fájdalmával,
örömével, bánatával együtt. Elégtétel volt a következő ciklusi győzelme? Igen, mert azok az emberek jöttek ide a lakásomra, hogy induljak, és nagyon nagy arányban megválasztottak. Jó páran indultak ellenem, már nem nagyon emlékszem. De volt olyan, aki kollega volt. És soha nem felejtem el, amikor az első nap, választás utáni első nap fél nyolcra bementem, hát összehívtam az apparátust. Hát ugye együtt dolgoztunk 7 évig, én pontosan tudtam, hogy ki az, aki örül, hogy visszajöttem, és pontosan tudtam, ki az a 4-5 ember, aki nem örül. De akkor is, én azt gondolom, hogy utólag az élet akkor is engem igazolt, korrektul azt mondtam, gyerekek, mindenki tud mindenről mindent. Egyet garantálok, itt nem lesz cicogatás. Egy kérésem van, hogy akiknek esetleg nem tetszik, hogy visszajött, nagyon vigyázzanak, és dolgozzanak, és ne hátráltassák a munkát, mert itt a bátaszékiek életéről van szó. Ezek az emberek lettek aztán utólag a legszorgalmasabbak, és azok, akik legtöbbet tették a városért. Nem nagyon tud végigmenni úgy a város utcáin, hogy ne látna valami olyan fejlesztést, vagy fejlődést, vagy intézményt, ami az alatt az idő alatt épült volna meg. Igen, én borzasztóan örülök neki. Ehhez nagyon, nagyon nagy utánajárás. Egyre van szükség. Az elvem az volt. Minden választási kampányom szlogenje az volt, hogy szeretnék mindent megtenni, amit meg kell tennem. Ezen nem változtattam. A másik pedig az, hogy egy politika van, a várospolitika. Tehát én a mindenkori vezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel tudtam, hogy muszáj olyan kapcsolatot kialakítanom, hogy oda tudjak fordulni hozzájuk. Mondom, nagyon nagy szerencse kell. Például megépítettük az uszodát. Igen ám, csak ezt az uszodát fenn kellett tartani. És eljött egy olyan időpont, amikor azzal szembesültem többi polgármester kollégám, akikkel szintén nagyon jó kapcsolatot ápoltam, akkor szemembe röhögtek, hogy látott hülyeség volt elkezdeni ezt az uszodát. És akkor megint jött a szerencse, hogy volt Bátaszékről egy államtitkár, a Puskás Imre, aki lehozta ide a miniszterasszonyt, és el lett rendezve, hogy kifizették, az állam kifizette az összes tartozást, így aztán az uszoda működhetett. A diátadon Bozsadik Robert polgármester úr azt mondta, hogy nagyon sok mindent tanult öntől. Igen, hát polgármester úr végül is ott dolgozott az apparátusban, különböző beosztásokban, és volt olyan fölállás is, hogy ő is jegyzőként dolgozott mellettem. Ő is azok közé, a jegyzők közé tartozik, kitűnő jegyzőim voltak. Most sorolhatnám a Nagy Ferit, a Bónyai Jóskát, a Bozsolik Robit, tehát mondhatnám, valószínűleg kihagytam valakit, ja, Skoda Ferit, kitűnő szakemberek voltak. Tehát a szakmát azt vitték. Nekem a feladatom az volt, hogy ha elmegyek a csíksimói búcsúra, és korondon megálltunk, és rövid nadrágból tűcsörök, és egyszer meglátom a minisztert, az útépítési miniszter, azt hiszem Kaltenberg-Kenőnek hívták. És hát mondom, oda megyek hozzá. Próba szerencse. Oda megyek hozzá, és mondom neki, hogy Bognár Jenő vagyok, Bátaszék polgármestere, én se szeretem, ha szabadságon vagyok, zaklatnak szakmai kérdésekkel. Miniszter úr, ez a problémánk. Nevezetesen arról volt szó, hogy a budai utat, az árkot el kellene tüntetni, és le kellene betonozni, parkírozó helyeket kialakítani, és ne adj Isten, de arra már nem volt lehetőség a pályázatban, faltó falig díszburkolattal leburkolni. Azt mondta a miniszter úr, hogy írjam le ezt, és küldjem el erre a címre, a titkárságra.
Fölhív a Rimai Rudolf, aki valamikor ugye ennek a területnek a megyei vezetője volt. Fölhív, hogy te, milyen ismeretséged van neked a minisztériumban? Mondom, látod, mindig ezt mondom neked, hogy csináljátok, csináljátok, mert főszólok a minisztériumban. Mert azt mondja, nem hogy azt, amit elterveztünk, hanem annál sokkal többet végig meg tudjuk csinálni a budai utat. Na most ez nem más, mint szerencse, mert ha akkor mi nem találkozunk, és nem veszem a bátorságot, és nem mondom el, és nincs olyan kedvében a miniszter úr, hogy na, hagyjon engem békében, akkor lehet, hogy azóta már meg elkészült a budai út, de a budai út például így készült el. És számtalan ilyen példát tudnék mondani. Lát párhuzamot a saját gondolkodása és a jelenlegi városvezetés gondolkodása között abban, hogy egységet kell teremteni? Igen, törekszik a jelenlegi városvezetés is arra, hogy a bátaszéki emberek kitűnő emberek, szorgalmas emberek, és nagyon-nagyon sok történelmi kudarcon és borzasztó dolgokon mentek keresztül, ha csak a székelyek kálváriáját, vagy a kitelepített svábok, akik így egyre kevesebben vannak most már Németországban, vagy a felvidékiek. Szóval ezeket az embereket összekovácsolni nagyon nagy feladat, de nagyon érdemes, mert iszonyatosan szorgalmasak és iszonyatosan rendes emberek. Ennek köszönheti Bátaszék, hogy itt tart, és ennyi minden történt Bátaszéken. Nem lehet pártpolitika mentén várospolitikát csinálni, mondta ön. Nem lehet, de muszáj, tehát, mert muszáj a kapcsolatot tartani. Muszáj a kapcsolatot tartani. Egy érdekes kérdés, ugye velem szemben nagyon sokszor fölvetik, hogy én így a jobboldali beállítottságú és keresztény gondolkodású ember vagyok. Én ilyen nevelést kaptam az édesanyámtól, aki néhány napja hunyt el, Isten nyugosztalja. És mikor megkérdezték tőlem azt, hogy ez hogy lehet, hogy tanácselnök, meg templom, meg mit tudom én, akkor azt mondtam, és nagyon-nagyon rossz indulatú lennék, hogyha én azt mondanám, hogy engem mennyit üldöztek, nem üldöztek. Mindenki tudta, hogy én Pécsre, Szekszádra és a többi hova járok templomba. Aztán, amikor visszajöttem a rendszerváltás után, Herendi János, az itteni, aki 50 évig volt kanonok itt Bátaszéken, azt mondta, Jenő, most, hogy visszajöttél, most tessék szíves Bátaszéken a templomba járni, 2-3 hétig majd sustorognak az emberek a hátak mögött, de ez nem megy, hogy máshova jársz. Nekünk itt együtt kell dolgozni. Addig is együtt dolgoztunk, nagyon jó barátságban voltunk. És hát a mai napig is nem olyan régen, pont az ünnepség után mondta egy általam nagyon tisztelt, diplomás, nagy tekintélyű hölgy, hogy ő benne tulajdonképpen most állt össze az egész kép. Tehát az embereket ez foglalkoztatta. Gondolja, hogy ez a díj azt is tükrözi, hogy mindenki, aki átélte ezt az időszakot, azt gondolta, hogy ön a legméltóbb erre? Biztos vannak, akik úgy vannak vele, hogy miért rabognál. Szóval ebbe a foglalkozásba azért az is vele tartozik, hogy 7000 embernek az igényeit az ember bármennyire is szeretné, nem tudja kielégíteni. Van, akinek szimpatikus vagyok, van, akinek nem. De az öme a visszajelzések alapján, amikor az utcán végigmegyek, vagy a boltba bemegyek, hogy megállít és megszorítja a kezemet, még a járványi időszakban is, az egészen biztos. Tehát, hogy ennek örülnek az emberek, és amennyi a Facebookra, meg amit én kaptam, és amennyi levelet kaptam,
ez azt jelenti, és azt jelzi nekem vissza, hogy igen, örülök ennek a kitüntetésnek, és nem csak én örülök, hanem a bátaszékiek, akiknek köszönhetem ezt a kitüntetést. Ezt soha nem szabad elfelejteni. Bogdan Gyerünk, köszönjük szépen, hogy vendégül látott minket. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!